Sziasztok, újra itt a teljes terjedelem. Lezárultak ugyan a top bajnokságok Európában, de ez nem jelenti azt, hogy a teljes terjedelmet nélkülöznötök kell innentől, mert hogy ezen az adáson kívül, amiben azért megbeszéljük itt az áronap érdekességeit, majd jelentkezünk egészen az Európa bajnokság végéig egészen biztosan, sőt lesznek extra adások is, amelyekben majd a bajnokságokat fogjuk kivesézni. Egyenként négyet legalábbis közülük mindenképpen tervezünk. Itt a maiban majd természetesen azért lesz szó a friss érdekességekről, a többiben egy kicsit még visszább is megyünk majd az időben, és ahogyan az szokott lenni, ezúttal sem maradnak el az érdekességek. Lesz benne olyan is, amiről beszélünk majd, de egész egyszerűen nem tudtam elmenni szó nélkül amellett a gyűjtés mellett, amit az interneten láttam. Ugye kezdve azzal például, hogy az Inter Olaszországban 11 év után lett bajnok, rengeteg olyan csapat van, amelyik hosszú idő után tudott ismét diadalmaskodni. Spanyolországban az Atlético Madrid 7 év után, Franciaországban a Lille 10 év után, a Sporting Portugáliában 19 év után, a Rangers Skóciában 10 év után, Cipruson az Omonia Nikózia 11 év után, a Bodø Glimt Norvégiában története során először az Azeri Neftchi Baku 2013 után, Szlovéniában pedig az NS Mura története során először nyert, és még lehetne hosszan folytatni a sor, de nem akarom elvenni az időt az adás elől, úgyhogy már is kezdünk. Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával. És ezen a héten első körben Matusz Krisztiánnal, kollégánkkal beszélgetünk ismét. Fő téma ugye természetesen a lezárult La Liga lesz, de első körben ugye nem mehetünk el egy szomorú hír mellett, amely ugye az volt még az elmúlt héten, hogy 65 esztendős korában elhunyt Puhl Sándor, akit korábban négyszer is a világ legjobb játékvezetőjének választottak, és hát vezetett bajnokok ligája és világbajnoki döntőt is, ami egy elképesztő teljesítmény. Már itt az adás előtt mondtam nektek, hogy azzal vezetném ezt föl, édesanyámnak volt egy érdekes reakciója a hírre, hogy az volt elég sok hírnek a lígyében, a címében is akár, hogy elhunyt a világhírű magyar játékvezető Puhl Sándor, és ő azt sem értette teljesen, hogy vagy azzal sem volt teljesen tisztában, hogy ki az a Puhl Sándor pontosan, és mondta, hogy azért a világhírű az lehet, hogy túlzás. De hát azt hiszem, hogy akit négyszer megválasztanak a világ legjobb játékvezetőjének, annál abszolút indokolt az a titulus, hogy világhírű. Válaszoltak először én? Mert igazából csak azt gondolom, hogy a futballban feltétlenül világhírű. A futballban világhírű a csatár, világhírű a kapus, világhírű mindenki, aki a mérkőzéseken részt vesz és a kamerák előtt mozog. Lehet, hogy nem világhírű Guardiolának a harmadik számú stábtagja, de a játékvezetők olyan szinten a fókuszban vannak, és szerintem tökéletesen példázza ezt az, hogy kik és milyen módon emlékeztek meg Puhl Sándorról, akár itt korábbi vagy jelenlegi FIFA elnökökről szótejtve, korábbi világsztárok mind-mind megnyilvánultak itt Andy Möllert, Roberto Baggion keresztül, olyanok, akik egyébként életük egy nagyon-nagyon fontos pillanatában voltak ott a közelében, hogy én szerintem ez nem lehet kérdés, hogy ő világhírű volt, és a szakmájának az egyik legjobbja. És nem, én azt gondolom, hogy az visz egy kicsit félre, amit az elején mondtál, hogy négyszer választották a világ legjobbjának. Szerintem ez egy ilyen nagyon szubjektív rangsor, ki a világ legjobb játékvezető. Ugye, talán játékosoknál is az. De azt a szakmaiságot, amit elismerünk Lionel Messinél, amit elismertünk korábban Maradonánál, vagy Cristiano Ronaldónál, azt itt is fel lehet állítani, itt is meg lehet mérni valamilyen szinten a játékvezetőnél, hogyan kezeled a játékosokat, hogyan kezelsz, hogyan látsz bizonyos szituációkat, ami a játékosoknál játék intelligenciaként jelenik meg, az ugyanúgy a bíróknál szerintem a játék olvasásában, amikor azt mondjuk, hogy a futball szellemében hozott döntéseket, és ebben én azt gondolom, hogy valaha volt egyik legjobb volt Puhl Sándor. Hát sok mindent elmondtál, amire rá tudnék csatlakozni. Az egyik, hogy azok a játékvezetők, akikre különösen emlékszünk, karakteresek. Akár a külsejüket illetően, akár pedig a stílusukat illetően.
és annyira abszolút jellemző volt az, hogy egy különleges egyéniség volt, nagyszerűen olvasta a játékot, nagyon-nagyon sokat ott lehetett tőle tanulni, és lehet, hogy nem tudta szóról-szóra az összes paragrafust, mint mondjuk sok kollégája, de hogy ezerszer jobban alkalmazta őket, vagy azokat, mint ők, az egészen biztos. Az volt az egyik kedvenc mondása, hogy beállított bennünket egy fal mellé, ezt mindenki megcsinálta, és akkor állj ide! Nézz arra! Mit látsz? Állj 10 centivel odébb! Na most ugye azt látod? Mert ugye a partja az ő helyezkedése. Hogyha 10 centivel odébb helyezkedik valaki, akkor már nem ugyanazt a szöget látja. Tehát ilyen apróságok. Meg az, hogy második sárgával oké, ne csinálja a hülyeséget az ember, amikor van második sárga, vagy a sárga lapja, hogy a másodikat ne kaphassa meg, de második sárgával te akkor állíts ki valakit, akkor nyúj bele a mérkőzésbe, hogyha nagyon-nagyon indokolt és muszáj. Egyébként egy ilyen furcsa kettősség jellemzi a játékvezetőket, mert ahogyan ő is mondta ezt korábban, benne jó adag szereplési vágy volt, és ezt azért azokban a pillanatokban, amikor te ott vagy a pályán, háttérbe kell szorítani. Azért, hogy a főszereplőké lehessen a terep. Úgyhogy nagyon, egyrészt nehéz is ez a szakma, borzasztóan nehéz. Egyszer-egyszer volt szerencsém kipróbálni ilyen uli-buli meccseken, és iszonyatos, tényleg. Főleg szerintem az asszisztensek a parti az ők dolga, de a pillanati döntéshozatal is nagyon nehéz. Másfelől pedig, hogy kordában tarts ennyi embert és világsztárokat, és úgy, hogy tiszteljenek, ez hihetetlenül nehéz. Hát meg bocsánat, azért, tehát itt még visszatérve egy nagyon kicsit arra az előzőre, és rácsatlakozva arra is, amit te mondtál, hogy milyen nehéz. Ugye azt ne felejtsük el, hogy 1994-es világbajnoki döntőte, mondjuk legfeljebb ilyen archív felvételeken láthattad azt. Ugye volt egy nagyon nagy döntése Puhl Sándornak, szerintem erre nagyon sokan emlékeznek, amikor Romáriót lesen állította meg. Nagyon sokáig, azt hiszem, talán a Telesport főcímében is benne volt az, amikor mutatja, hogy láttam. Úgyhogy akkor még ugye nem összeszokott hármasokat jelöltek a világbajnoki meccsekre, hanem ilyen válogatottakat gyakorlatilag. Egy dél-amerikai partjelzője volt, aki nem jelezte be a lest akkor, és ő maga a pályáról, nem szögből meg tudta állapítani, hogy valóban lesen volt az egyébként ott kilépő Romário. Tehát, hogyha beszélünk arról, hogy játékosoknak voltak nagy góljaik, vagy nagy pillanataik, akkor egy játékvezetőnek lehet egy ilyen. Igen. Mint ahogy ugye ott úgy kapta meg azt a világbajnoki döntőt, Sanyi, hogy előtte volt a Tassotti, Luis Enrique könyökös, ami a háta mögött történt, tehát tulajdonképpen az is az asszisztense, vagy akkor még partjelzőnek hívták, hivatalosan is, lelkén száradt, de mégis ezeket a játékvezetőkre írják általában. Ott hát viszont ennek nincsen, dacára... Nem volt kommunikáció, tehát nem volt videóbíró, gólvonal technológia, tehát hogy mondjuk ebben a kontextusban érdemes nézni az ő akkori munkásságát. Olyan finomságok voltak egyébként az ő pályafutásában. Csomó sztorit mesélt, ugye mi együtt dolgoztunk nagyon-nagyon sokáig, 14 évig, és szinte nap mint nap találkoztunk. Egy kicsit egyébként mindig, amikor így elkezdek sztorizni róla, azon kapom magam, hogy egyszerűen nem hiszem el, hogy őről a múlt időben beszélek. Tehát meglátok róla egy nem olyan nagyon régi fotót, és rádöbbenek, hogy atyavilág, tehát hogy múlt időben beszélek róla. Na mindegy, szóval volt egy olyan története például Várhidi Petivel, aki aztán meg is erősítette, amikor az Újpest edzője volt, hogy azt mondta, hogy végig csiripelt nekem. És hát fogtam magam, kisétáltam mellé a kispadhoz, és megálltam. És nézett, és én álltam, és nem fújtam semmit. Kérdeztem tőle, ez falt volt? Az előbb még olyan jól tudtad, hát mondtad mindent. És mondta Peti, annyira kellemetlen volt, ott állt percekig mellettem, úgyhogy a végén, és nem sípolt semmit. Kérdezgette tőlem, hogy az volt-e, vagy mi legyen, és akkor bocsánatot kértem tőle, és akkor visszament. De így kezelte a játékosokat is. Tehát, hogy nem tudom, szóltam neki, hogy vigyázzon, mert ez necces falt volt, és Pori, ne szóljon hozzám, mert zavar a játékban. Szóval, igen, legközelebb fölrúgták, nyafogott ott nekem, mondtam neki, ne szóljon hozzám, zavar a játékvezetésben. Tehát, hogy, és ezek a csibészségek, ezek megvoltak a Maradónával szemben például. Tehát egy csomó sztorit lehetett ennek kapcsán hallani. Betűrettem, ezért megfordította Argentínában a Maradónát, hogy megnézze a számát, tudott, hogy hogy. Szóval, vagy én már össze is kevertem egy kicsit ezeket a sztorikat, hogy igen, hogy a Simon Tibinek rámutatott a cipőfűzőjére, és meghajolt előtte, és ezt a publikum úgy nyugtázta, hogy a reklamáló
sztárjuk és kedvencük fejet hajtott a játékvezető akarata előtt, és egy csomó ilyen volt, nagyon sok. Úgyhogy, és hozzáteszem, ugye sokan már nem látták játékvezetőként Sanyit, pedig szerintem egészen kitűnő volt, és a szakértőként végzett munkája pedig a televízióban nagyon megosztó volt, hiszen amikor nem a játékvezetésről beszélt, akkor azt mondták, hogy mit okoskodik. Ezzel kapcsolatban két gondolatom van. Az egyik az, hogy ő vele vitatkozni nem volt jó, mert egyrészt Nyilasi Tibi üvöltött dervisnek nevezte el, mert ilyen hang nem beszélgetett általában, és nem lehetett igazad semmiben vele szemben. Másfelől pedig nagyon sok mindennek utána olvasott. Tehát a globális felmelegedéstől kezdve a különböző politikai, kulturális és egyéb témákban autók, szóval mindenben ott volt, mert rengeteget olvasott az interneten, és hangot is adott sarkos véleményének. Másik pedig, hogy a játékvezetéssel kapcsolatban Mátyás királyként híresült el közöttünk, mert hogy ő, amikor a játékvezetők főnöke volt, járta a pályákat, áruhában úgymond. Megjelent a mérkőzés előtt közvetlenül, hogy ne vegyék észre a bírók egyáltalán, ne is zavarja a jelenléte őket. Megnézte a meccset, és aztán ment tovább az ország másik szegletébe. Tehát ehhez azért óriási alázat kell 60-valahány évesen, bár nem sosem gondoltam a Sanyiról, hogy ő 60-valahány éves, mert olyan fizikai állapotban volt. Csattogok vele? Csak egy kicsit. Uh-huh. Szóval, hogy olyan fit volt látszólag, hogy ezt nem mondtad volna meg róla, hogy ő már így nyugdíjas korú, és nagyon-nagyon energikus volt, és ebből látszik, hogy azért a munkája volt az élete. És a stúdióban nálatok, ugye a Sport TV-nél dolgoztatok együtt, elég sok játékos is megfordult, akiknek nyilván fújt meccset. Ő törekedett arra, hogy a játékosokkal jó legyen a kapcsolata, tehát hogy ne maradjon bennük tüske a meccs után, vagy pedig ott azért előjöttek olyan sztorik, hogy rosszban van valakivel? Én sosem tapasztaltam ilyesmit. Soha. De általában nyilván, aki már abba hagyja a játékot, megszépülnek az emlékei. De most pont Weber Gyuri is felidézte azt, amikor azt mondta neki Sanyi ezt a sztorit, én is hallottam, hogy azért nem kap most sárgát, mert majd este valamelyik szórakozó helyen ő fizeti a piáját. De volt olyan is, hogy egy Fradi meccsen a kukorékot nekem a kiskakas mondta Weberről, hogy sose kapok szabadrúgást. És azt mondja, na, kapott egyet, ott reklamáltak a fradisták, hogy a semmire kapott, fölé rúgta, mondtam, hogy nekem többet ne nyavajogj el, nem kapsz tőlem szabadrúgást. És ezeket tökre értékelik. Ezek a típusú játékosok aztán különösképpen. Hát ez is arról szól, nem? Hogy hogyan tudod a különböző emberekkel megtalálni a hangot. Illetve volt egy nyilatkozata, több helyen elővették itt a megemlékezésekben, nem is olyan régen nyilatkozta azt, hogy úgy kell vezetni a játékvezetőnek a pályán, hogy nem a játékosok, nem az edzők, nem a benne résztvevők, hanem hogy akik nézik, azok a legjobban szórakozzanak rajta. És most amiket mondtál, azok alapján látok valami hasonlóságot közte és Mateulához között. Remélem, hogy ez nem esne neki rosszul, hogyha ezt mondanám, de hogy Mateulához is leginkább így, mint hogyha ezzel a felfogással vezetné a meccseket. Ez a fajta exhibicionizmus, ez nyilván közös. Igen, mind a mellett, hogy szerintem azért Sanyi jobb játékvezető volt, jobb döntéseket hozott, és kevésbé volt, hogy mondjam. Tehát, hát ennél enyhébb kifejezést szerettem volna Mateulahozra használni, de igen, valójában ezt akartam mondani. Bejelentő játékvezetőről beszélünk. Igen, bocsánat. Viszont tényleg most, ha már itt tartunk, a harmadik fél időben egyszer jött be, és emlékszem, hogy egy nagyon-nagyon páva, csillogó, villogó cipőt vett fel, és ott ugye ilyen bevonulás volt közönség előtt, és úgy dobálta a lábait, tudod, hogy mindenki lássa azokat a cipőket, tehát hogy imádta ezt amúgy, mint ahogy a hangoskodást is, meg a kicsit a kötekedést is szeretett mindenkibe belekötni. A kézilabdásokba is, ott a legkönnyebb a játékvezetőknek, mert 800 ítéletük van egy meccsen, aztán elszúrnak egy-kettőt véletlenül, vagy szándékosan, tök egyszerű a dolguk. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon különleges egyéniség volt, és annyi nem volt könnyű ember, azt egy szóval sem mondom. Én nagyon jól kijöttem vele, de azért biztos, hogy a közvetlen kollégái sokszor megszenvedték ezt a fajta stílust. Sokat elárul szerintem az is, hogy van egy
spanyol játékvezetői oldal, amit követek, és ők is Twitteren elég komolyan megemlékeztek róla, hogy mit tett, hogyan tett. Spanyolországban lezárult a La Liga küzdelem sorozata, méghozzá gyakorlatilag úgy, ahogyan az egész szezon zajlott, tehát egy ilyen őrült, fordulatos utolsó fordulóval. Úgy nyerte meg az Atlético Madrid, ahogyan az egész szezonban játszott. Ugye a legtöbb helyen nyilván a cikkek is így kezdődnek, és így zárulnak, hogy ez az Atlético Madrid, ez a szenvedős, de végül győztes csapat. Valóban ez jellemzi az Atlético Madridot, mint klubot. Le lehet ezt valaha vetkőzni, ezt a módszert, hogy az utolsó két fordulóban két fordítás jött össze. A legutóbb felemlegetett 2014-es fantasztikus hajrájuk, amire azt mondta Tibi, hogy hát akkor hozták, amit kellett, az még neccesebb volt, mert nekem akkor gyanús volt, hogy az utolsó három fordulóban nem nyertek. Tehát 4 pontos előnnyel fordultak az utolsó három körre, de amikor az utolsó fordulót mondtam. A legeslegutolsó, és kaptak, nem tudom kitől, a Malagával otthon x-eltek, és volt egy alsóházi csapat, amelynek az otthonában kikaptak, tehát hogy elfogyott az előny, de az utolsó forduló, amikor kellett, akkor azért jött az egyenlítő gól. Tehát hogy e tekintetben nincs változás, sőt, most ugye még nyerni is tudtak, és lehet, hogy itt van a Luis Suárez faktor. Szerintem egyébként volt egy szimbolikus pillanata ennek az utolsó játéknapnak, amikor szinte ugyanabban a pillanatban Benzema gólját les miatt nem adták meg az egyik meccsen, és Luis Suárez pedig közben kapott egy labdát a másikon az ellenféltől, besétált vele és berúgta, és a 11. győztes gólját szerezte ebben a szezonban. Tehát azért mondom, hogy Suárez faktor, mert az utolsó két mérkőzésen is ő hozta a győzelmet. Egyébként hozzáteszem, hogy annyi változás mindenképpen mutatkozott a szezon egészét tekintve az Atleticónál, hogy a korábbi időszakhoz képest magasabbra tornázták a labdabirtoklásukat, tehát Simeone-nál ilyen magas nem volt még. 49% fölött már voltak, most 51,5 körül zárták az idényt, ami azért viszonylag tekintélyes előrelépés. A másik pedig, hogy 30 fordulón keresztül voltak az első helyen. Igen, tehát valahol talán Dermot Corrigan volt az, aki azt írta, hogy a játékosoknak is rossz volt az, hogy ilyen nagy volt az előnyük. Tehát nem érezték kényelmesen magukat ott februárban, és kicsit megnyugodtak, hogy jó, oké, ránk jött egy kicsit a Real Madrid, meg a Barcelona is, de én itt maradnék ennél a Suárez faktornál. Ezt is a Twitteren láttam, hogy most már örülhetünk, hogy nem sikerült neki az olasz vizsgája. Hát az sikerült, csak tudjuk, hogy miért. Vagy hogy igen, hogy hogyan. Jön a Barszába egy 33 esztendős dél-amerikai játékos, mikor kidobtak egy 33 esztendős dél-amerikai játékos, nem tűnik túl logikus lépésnek. Biztosan olcsóbb. Vagy jobb állapotban van a térde. Pénzben nem kerül, mármint a szerződtetése. A fizetésre gondolok. Hát a fizetése is szerintem kb. Ott kell, hogy legyen, nem? Én is azt hiszem. A térde meg rosszabb most, hogy komolyra fordítsam, mert Suáreznek is voltak problémái. Ebben a szezonban talán kevesebb, de a Barszánál azért ott az utolsó Katalóniában eltöltött szezonjában már voltak gondok a térdével. Hát elbántak vele, az az igazság, és ezek a könnyek, ezek a nyilatkozatok, amelyeket most tett, azért visszaigazolják azt, hogy ő minden keresztül tavaly nyáron. Tehát ugye, azért a családnak is ez mennyire nehéz, amikor te ott képzeled el az életedet, ott vannak a barátok, a gyerekek barátai, abban a közegben érzik magukat otthon, és aztán egyszer csak apának fogni kell a sátorfáját, aztán továbbállni. Ez az a faktor egyébként, amiről általában a futballszurkolók hajlamosak megfeledkezni. Mindenki. Igen, szerintem tehát, mindenki. Mindenki azt gondolja, hogy ezek ilyen futballmenedzser játékszerűen ide-oda pakolgathatók ezek a játékosok, miközben tényleg a családról gondoskodniuk kell. Az is egy nagy kérdés, hogy ki az, aki egyébként tud egyáltalán kapcsolatot tartani a családdal. Most itt ugye Aguero kapcsán vehetjük azt elő, hogy ők amennyire tudom, elváltak a feleségével, a közös gyermeküket viszont 2 hetente vagy 3 hetente mindig látta Aguero korábban, mert hozzá tudott repülni Angliába. Most ugye a beutazási szabályok ezt lehetetlenné tették, tehát az nem csoda, hogyha játékosok, edzők, stábtagok, teljesen mindegy, hogy kiről beszélünk, ugye Löw Zsoltot is itt hozhatjuk, akihez azt hiszem 3 napja csatlakozott a családja, azután először látta a gyermekeit és
a feleségét, hogy a Paris Saint-Germain-től átszerződött a Chelsea-hez, és az azért nem ma volt. Úgyhogy ez szerintem egy irdatlanul fontos szegmense annak, amit egyébként itt a nagy képben látunk, az, hogy hogyan teljesítő meccseken, hányszor szerez győztes gólt, és hogy mennyire tud kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtani hétről hétre. Egyébként is, amikor van egy környezetváltás egy játékos életében, ezzel kapcsolatban Borsos Attila mondta, kézilabdás példa, de ő átélte többször, tehát én elhiszem neki, hogy egy szezont ilyenkor adni kell az illetőnek, mert mindenki másképp aklimatizálódik, másképpen zajlik a környezetbe való beilleszkedés, nem csak a csapatra, hanem az életkörülményeket tekintve is. És amíg ehhez hozzáveszed azt, hogy nincs ott a család, vagy nem látod olyan sűrűn őket, szerintem azért tudom sajnálni, nem kell őket, ezt mindig elmondja mindenki, De ez a része nem könnyű úgy teljesíteni, hogy ezeket a tényezőket is kiiktatod. Még egy dolgot hadd vegyek ide, amit ő is mondott, ugye, hogy az, hogy őt a Barcelonától kitették, az valószínű, hogy jelzésértékűen hatott rá, hogy te már nem vagy olyan jó. Tehát azért ezt se könnyű feldolgozni, és az, hogy az Atlético adott neki lehetőséget, az nyilván azért jelezte, hogy számítanak rá, ennél nagyobb elégtétel pedig nem kell, hogy bajnokságot tudod. Sőt, ebből motivációt lehet meríteni hosszú távon, az biztos. Hát sőt, rövid távon is, mert hogyha emlékeztek rá, amikor bemutatkozott a Granada elleni mérkőzésen, ez egy 6-1-es meccs volt, de onnan indult be igazán a henger, vagy akkor tényleg keresztül száguldott a Granadán, amikor ő beszállt, szerzett 2 gólt csereként beállva, plusz egy gólpassza is volt, ha jól emlékszem, azon a mérkőzésen, tehát berúgta az ajtót, és szinte szétrobbant az akarattól és a tetvágytól. Ahogyan Aguero is egyébként, most amikor beállt a hétvégén, nagyon-nagyon kellett neki ez a csúcs. Nem tudom, hogy az első gólját láttátok-e, tehát ott az anyjának nem passzolta volna le. Ott, tehát a körülötte 3-on a 16-oson belül, de azért külsővel inkább elrúgta a rossz helyzetből. Ugye ezzel lett ő minden idők legtöbb gólt szerző játékosa egy klubban a Premier League-ben. Csak annyit még egyébként Agüerohoz, és szerintem ez egy ilyen érdekes dolog volt, hogyha valaki esetleg nem látta azt az interjút, amit Gary Lineker készített tegnap Pep Guardiolával. Hát nem annyira féltve őrzött titkokról volt itt szó nyilvánvalóan, de kérdezte Lineker Agüeróról is természetesen, és egy mondatban elárult 2 is közülük. Az egyik, hogy hát nagyon örül, hogy Agüero Barcelonában, és hogy együtt játszhatott Lionel Messivel, tehát hogy valószínűleg... Most jutott fel az espanyol, úgyhogy... Igen, csak hát most nem vagyok benne biztos, hogy Messi menedzsmentje azt szerette volna, hogy Guardiola jelentse be, hogy marad a Barcelonánál. Ez volt az egyik, a másik meg egyébként ez, hogy tehát a kettőssége ennek az egésznek, hogy azt mondta, hogy Joe Hartot volt hasonlóan nehéz elengedni, mint most Aguerót, ugyanakkor ugye ezzel gyakorlatilag vállalta a felelősséget, amit már korábban megírtak, hogy ő döntött úgy, hogy nem adnak hosszabbítást annak az Aguerónak, akiről a hírek szerint kiderült a részletes orvosi vizsgálatok során, hogy egy teljes szezont már a térde és a combhajlító izma miatt nem fog tudni végigjátszani, és inkább Aguero képességeivel és kiválóságával kapcsolatban semmilyen kérdést nem fogalmaznék meg. Ezt viszont igen, hogy vajon a Barcelonának megéri-e ezt a magas fizetést egy olyan játékosnak adni, akit lehet, hogy 2-3-4 hónapokra a szezonokban nem biztos, hogy látni fogsz. Ez nagyon jó kérdés, és erre nem is lehet most választ adni szerintem, de mindenképpen, hogyha ezek a vizsgálati eredmények igazak, már pedig miért ne lennének azok, akkor az egyetlen esélyét az adhatja Agüero és a Barcelona számára, hogy ez a szezon jól sikerül, hogy a Premier League és a La Liga tempója között azért, és az ottani igénybevétel között mutatkozik némi eltérés. Igen, ugyanakkor azt is hozzá kell tenni, hogy azokban a szezonokban, most ugye Agüero majdnem az egész szezont kihagyta sérülés miatt, de azokban a szezonokban, amikben rendelkezésre állt, azért nagyon szépen patika mérlegen porciózta az adagokat Guardiola számára, tehát ott sem játszott végig. És itt szerintem ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy most, hogyha Koeman marad a Barcelona edzője, ő vajon nem? Szerintem nem. Mindegy, akárki is lesz a Barcelona edzője, hogy ezt figyelembe kell vennie, hogy igen, lehet, hogy mondjuk, hogy a heti 2 meccs van, akkor abból az egyiken fogom tudni játszatni Agüerót, és mindig súlyozni kell, ha így lesz. Csak hát igen, ez az, amit az előbb te is mondtál, hogy nem biztos, hogy ezt a kérdést ezt most... Pont ez a hét lesz elvileg vízválasztó Barcánál, mert hogy lesz egy újabb találkozó Laporta és Koeman között, és akkor onnantól lehet tervezni. Csak az a baj, hogy ez egy ilyen ördögi kör, tehát főleg Messi miatt ördögi kör, mert amíg Messi nem dönt,
addig ugye nem tudnak új játékosokat szerezni, vagy... Most mondta Gárdról, hogy döntött. Így van, igen. Hát ezt írják Spanyolországban. Viszont amíg nem tudja Messi... aláírás nincs, de döntött. És én egyébként, bocsánat, hogy így közbeszólok, egy kicsit ide teszem, és emellé, hogy elengedték az utolsó mérkőzésről a Copa America érdekében. Tehát, hogyha nem ott tervezne, akkor nem biztos, hogy ezt a gesztust gyakorolják felé. Igen, meg elvileg már van egy interjú a nem is tudom melyik lappal, talán valamelyik dél-amerikaival. Beleolvastál? Lezsírozva. Pont az, hogy nem tudtam beleolvasni, mert nincsen még meg, de hogyha már megvan az interjú, akkor azért valószínűsíthető, hogy marad, mert hogy mindig meghozta már a döntést. Hát vagy abban jelenti be, hogy távozik. Szóval minden esetre a Barcánál iszonyatos vérátömlesztés következik be, ez szinte bizonyos. De egyébként nem rossz ez az irány alapvetően, tehát hogyha most itt tényleg, most tudom, hogy csupa holland, Wijnaldum, Depay, de ezek olyan lejárt szerződésű játékosok, akiket szerintem bármelyik klub szinte szívesen vinne a világon. Tehát, hogy ők minden Agüeróval együtt is mindannyian komoly erősítésnek számítanak még ennél a Barcelonánál is, mondom én. De hogyha nincsen meg az irány, akkor hogy hozol erősítéseket? Tehát ez szerintem eddig is óriási probléma volt a Barcelonánál. Hát ez a Koeman vonal azért, ez a két ember, különösen Depay, tehát teljesen egyértelműen. Hát akkor előbb kéne azt eldönteni, hogy ki lesz az edző, és aztán szerezni a játékosokat, mert ez tök jó, hogy... Jó, de a Real Madridnál ugyanez a helyzet, bár Zidane-nak ugye érvényes szerződése van, de ő is azt mondja, hogy majd később leül a vezetőséggel, és tárgyal arról, hogy hogyan tovább. Hát miközben arról hallani, hogy a játékosokkal már közölte, hogy... távozik. Ezt ő tagadta elég erőteljesen az Atletik elleni mérkőzést követően. Erőteljesen és logikusan, tehát, hogy igen. Ilyen bőbeszédje nem nagyon szokott nyilatkozni, de ott így nem az, hogy kikelt magából, de így direkt, mint hogyha hülyének nézte volna az újságírókat, hogy miért mondtam volna nekiket, igen, itt van két meccs, legfontosabb meccsek, de te mondtad ezt, hogy neked volt már... Nekem volt ilyen... egy ilyen, most elmeséltem a Vivala Ligában, de akkor elmondom itt is, ja, hogy, hallottam, hogy, igen, hogy, igen, hogy igen. Amikor a Fradi edzője volt Marian Vlach, akkor mi megneszeltük, hogy a Dinamo Zagrebhez már aláírt. És kimentünk hozzá a Fradi pályára, és ott felemelte a hangját, elkezdett velünk szinte kiabálni, hogy mit képzelünk, honnan veszük ezt a hülyeséget, és akkor elmondtam neki, hogy felhívtuk a Dinamo Zagrebet, ahol megerősítették ezt az információt, és olyan barátságos lett egyből, és teljesen hát elhűlt az ember, tehát így lefagyott. Neked kellett volna kimenni Zidánhoz forgatni. Hát, ha őszinte lett volna. Nem tudom, hogy kitől szereztük volna be az információt a jövőjével kapcsolatban, tehát ott van egy kis megoldás. André Ányellitől. Vagy Allegritől, hogy van-e aláírt szerződése már. Igen. Nekünk elmondta André, hogy aláírtál a Juventushoz. Két dolgot akartam még itt nagyon gyorsan a spanyol bajnoksággal kapcsolatban. Az egyik az Európa Ligáért folyt verseny, ahol a Betis és a Real Sociedad jöttek ki jól, tehát ők biztosan ott lesznek jövőre az Európa Ligában. A Betis 2-0-ás hátrányból 3-2-re fordított itt az utolsó fordulóban. Jó meccs volt egyébként a Celta ellen, nézzétek meg az összefoglalóját. Az utolsó 16 meccsen Pellegrinivel 8 győzelem, 7 döntetlen, 1 vereség. Ez a Betis mérlege. Nem nagyon figyeltünk rájuk ebben a szezonban. Pedig kellene? Én úgy gondolom, hogy a helyükön vannak. Tehát többször hallottam a szezon folyamán, hogy meglepően jól szerepelnek. Én nem így gondolom. Tehát, hogy egy jól működő kapcsolat ez az edzővel, nyilván ez fontos. Valamivel kevesebb gólt kaptak, mint tavaly, ami botrányos volt. Meg az elmúlt években, nem csak tavaly. Ez fontos. És egy jó játékos keret, amit a Betisnél összehoztak. A 2021-es eredményeik alapján én úgy emlékszem, most nincs előttem a rangsor, de hogy ott vannak az első 4-ben egyébként, aminek nagyjából megfelel az, amit mondasz. Úgyhogy ott talán az Atletico csak az 5. volt egyébként, tehát megelőzte a Barca, a másik sevillai csapat, a Real Madrid, illetve ugye a Betis. Úgyhogy én azt látom, hogy ők stabilan ott lehetnek ezen a környéken, akár még a Bajnokok Ligája szereplést érő 4. helyre is esélyesek, bár hozzáteszem, hogy azt hallani most, hogy Emersont a Barcelona elviszi. Vagy... Az már biztos. Úgyhogy ott kicsit gyengülnek, vagy nem is kicsit, a jobb hát pont a védelemben van gond, tehát Marc Bartrát, aki azt gondolta annó, hogy a Barcelona szintje, azt hiszem, hogy kiderült azért az utóbbi időben, hogy ő nem az.
Jó, most ebben a szezonban volt sérülése is, ami miatt nagyon sokat hiányzott, illetve egy állandósult problémája miatt meg kellett operálni. De most itt az utolsó fordulóban is akadt nagyon komoly büntetőt eredményező hibája, és összességében igen, volt már nagyon jó időszaka a Betisnél, amikor azt igazolni látszott, amit mondtál a Barcelona szinttel kapcsolatban, de az utóbbi időben ez nem így van. És akkor ott van még a Villarreal, amelyik viszont nem jutott Európa Ligába egyelőre, viszont hát van egy Európa Liga döntője, amivel viszont a BL-be juthat. Szezon közben csomószor beszélünk erről, hogy na, vajon megéri-e menni az EL-ben és kockáztatni, vagy inkább a bajnokságra kéne koncentrálni. Megérte nekik? Hát ők koncentráltak a bajnokságra, amennyire tőlük tellett, tehát nagyon közel voltak ahhoz, hogy az árófordulóban megverjék a Reált. Aztán viszont ugye ott elkezdte lecserélgetni fontos játékosait Emery az utolsó percekre, aztán 87. és 92. percben kapott gólokkal veszítettek, bárha nyernek, az is kevés lett volna, mint később kiderült. Ők nagyon sok döntetlent játszottak, volt olyan időszaka a szezonnak, amikor rendkívül nehezen nyertek. Szerintem ez sokba került nekik. Másfelől, ugye az edzőváltás elég fura volt tavaly nyáron, ezt már többször szóba hoztam, hogy Javi Callejával ötödikek lettek, most Emeryvel hetedikek, Callejával 60 pontot szereztek, Emeryvel 58-at, de amiért Emeryt hozták, hogy az Európa Ligában jól szerepeljenek, az megvan, és hogyha megnyerik az Európa Ligát, akkor senki nem szólhat egy szót sem. Legfeljebb a Betisnél, mert ugye itt számolgattunk, hogy 7 csapat indulhat egy országból, és akkor a Betiszt visszasorolják a Konferencia Ligába a hatodik helyről. Igen, itt ugye az, ha jól tudjuk. Podcastben. Tessék? Melyikben? A spanyoloknál folyamatosan azt mondják egyébként, hogy hú, hogyha megnyeri a Villarreal, akkor a Celta majd indulhat a Konferencia Ligában. Nem, az biztos, hogy nem. Az a kérdés számomra csak, hogy a mostani hatodik, tehát a Betis az Európa Ligában fog indulni, vagy pedig a Konferencia Ligában. Lehet, hogy nem sorolják Ligában vissza, tehát lehet, hogy akkor nem lesz Konferencia Liga indulója Spanyolországnak, hogyha így lesz. Mert ugye azt hiszem, hogy annyi ami kikötés, hogy 7 klub képviselhet egy top 3-as nemzetet. Viszont ugye ez egy fontos alapvetés volt, lehet, hogy rosszul tudom, az UEFA döntésében, hogy minden, ja, hogy legyen top minden bajnokságból legyen csapat a Konferencia Ligában. Igen, tehát kettő dolgot szerintem itt érdemes tisztázni a Konferencia Ligával kapcsolatban. Az egyik, hogy körülbelül a tervek szerint ugyanolyan pénzösszegek járnak érte, mint az Európa Ligáért. Tehát mondjuk anyagi értelemben nem feltétlenül jár rosszul az. Az ugyanolyan az mit akar? Hát ugyanaz a match premium jár, ugyanaz a csoportkeret, ugyanazt fizetik körülbelül, és ugyanazt a költségtérítést is adják a csapatoknak itt a selejtezőkben való részvételet. Hát na, itt kimondtad azt a fontos szót, amit szerintem igyekszik sok csapat elkerülni, selejtező, a korai kezdés. Ez az egyik nagyon fontos. Itt igazából szerintem a Villarreal kapcsán, és ezt azért is gondoltam, hogy kérdésként teszem fel, mert én nem tudom rá igazából a választ, hogy azok a játékosok, akik nyilvánvalóan nagyon nagy értékei most ennek a csapatnak, Gerard Moreno például, őket mondjuk egy európai konferencia liga ott tud-e tartani a Villarrealnál, vagy kell a Bajnokok Ligája szereplés, ami viszont a Konferencia Ligához és az Európa Ligához képest nyilván szakmailag egy sokkal nagyobb ugrás. Meg hát anyagilag is. A Gerard Moreno-nak van valamiféle klub hűsége vagy kötődése, de Pau Torres már szinte biztos, hogy elmegy, ugye? Az a kérdés csak, hogy mennyit tudnak. Szerintem igen. Tehát ő már kijelentette, hogy elmegy. Ami furcsa volt, hogy ezt a Villarrealnál is gyakorlatilag tényként kezelik, és úgy mondják, hogy szinte biztos, ezt nem is tudom, lehet, hogy Emery nyilatkozta, de lehet, hogy valamelyik sportvezető, hogy biztos, hogy egy nagy csapathoz fog igazolni. Mondja ezt a potenciális Európa Liga győztes. Jó, a másik, bocsánat, és majd tényleg ezzel összekötve, hogy a másik, ami számomra egy ilyen érdekes felvetés, és az kapcsolódik abszolút ahhoz, amit itt az előbb elmondtál az edzőváltással kapcsolatban, hogy Emery szerződtetésével nyilván fölvállalták azt a stílust, ami Emerynek valahol a sajátja, és nem feltétlenül a leglátványosabb foci. Annál a Villarrealnál, ahol egyébként szerintem hagyománya volt hosszú évekig annak, hogy látványos szép focit játszanak. Most ezt itt nézők nélkül nyilván könnyű volt, vagy könnyebb volt átvezetni, de hogy itt mondjuk hosszú távon ezzel kapcsolatban mit gondoltok, és itt azért mondom, hogy kapcsolódik a kettő, itt akár a játékos keret, akár az edző személyét illetően is, hiába a sikerek. Én nem érzek olyan óriási ellentmondást, aztán lehet, hogy rosszul látom, mert valóban volt már látványosabb a Villarreal játéka, mint ebben az idényben, de azért nem süllyedt arra a szintre, ami szerintem zavaró lenne, különösen, hogyha eredményes a mostani stílus a közönség számára. Tehát azért vannak játszó labdarúgóik. Én Gerard Moreno-t itt látom,
Tehát itt van olyan helye, mint mondjuk Iago Aspasnak a Celta Vigo-ban. Jó volt a legjobb spanyol csatár ebben a szezonban? A spanyol bajnokságban? Igen. A leggólerősebb feltétlenül, mert ugye a holtversenyben második lett a góllövő listán Benzemával, de szerintem a legjobb is. És, főleg, én... hogy sok oldalú, tehát hogy használhatod őt konkrétan csatárként, de Emery nem egészen úgy használja, és ez gyakorlatilag egy ilyen Benzema. Sőt, igen, tehát hogy a jobb oldalról játszik ő gyakran befelé, és előkészítésben is kifejezetten erős, tehát összjátékban is. Ugye ott van Parejo, akiben azért megvan a játék, ha a sebesség feltétlenül nincs is, és hogy őt sosem hagyja ki Emery, ami azért árulkodik. Mellette van egy adott esetben két ütköző ember, és nagyon jó a belső védő duó. Én nem tudtam őszintén szólva, hogy már tényként kezelhető, hogy Pau Torres elmegy, ballábas belső védő. Tehát tudjuk, hogy milyen kereslet mutatkozik ilyen játékosokra a piacon, fiatal is ráadásul. Angliában egy ilyen 90 millió tétel körülbelül egy ballábas belső védő. A Real akarta vinni állítólag, de hogyha Alaba oda szerződik, akkor szerintem nem a Real felé veszi az irányt. Meglátjuk, még az sem kizárt teljesen. Kijött közben a spanyol válogatott kerete, Gerard Moreno ott van, mondom a legnagyobb meglepetéseket. Sergio Ramos nem lesz ott az Európa bajnokságon, mit szólsz? Hát az mindig meglepetés, de valójában volt ennek már előszele. Az, hogy ennyire keveset játszott ebben a szezonban. Ezt mondta. Nagyjából 150 napot hagyott ki. Az elmúlt időszakban egyáltalán nem volt játékban, még az utolsó fordulóban sem küldték pályára. Egyébként ugye az is szóba került, hogy ő inkább állítólag az olimpiára menne, de közben leadták az oltandók névsorát Spanyolországban, és azon a névsoron sem szerepel Sergio Ramos neve, úgyhogy ő valószínűleg a klubváltásával, az esetleges klubváltásával foglalkozhat majd meg a költözéssel a nyáron. Ja, itt van Marcos Llorente, bocsánat, valamiért a védőkhöz írták, pedig őt akartam mondani másodiknak. Jobb hátvédként veszi valószínűleg számításba adott esetben Marcos Llorentét. És Pau Torres? Pau Torres ott van, Íñigo Martínez maradt ki, hogyha Laport jól láttam. Bekerült, gondolom. Laport, Eric García. Na, és ez az Íñigo érdekes. Íñigo Martínez az, aki igen, hogy Eric García kárára csúszott ki Íñigo Martínez. Vagy Eric García, így van. Jó. Ennyi nagyjából. Akkor szerintem a spanyol témát le is zárjuk, a franciát meg már nem veled beszéljük ki, ha nem bánod. Ahogy gondoljátok. Úgyhogy jövünk mindjárt a folytatással. És Sipőc Józseffel, a Digisport kommentátorával, műsorvezetőjével folytatjuk. Volt tanárommal a TV2 Akadémián, nem nagy titok, nem is volt az olyan régen. És szerintem először vagy itt, úgyhogy hogy én is. Igen, szerintem 2019-ben vagy 20-ban voltam utoljára talán. Úgyhogy igen, veled még ilyen, így nem találkoztunk. Na, úgyhogy ez is megkezdődik. A Superliga nem kezdődött el, de ezt most csak azért mondom, mert eszembe jutott, hogy milyen jó, hogy nincsen Superliga, mert akkor nem lett volna ilyen bajnoki hajránk, amilyen. Például Franciaországban szerintem kezdjük ott, ugye a Digisportnál vannak a Ligue 1 jogok, és régen láttunk ilyen hajrát Franciaországban. Egyáltalán az is óriási dolog, hogy volt miért izgulni az utolsó fordulóban, nem? Igen, hát Nagy Viktorra beszélgettem erről, aki ugye az arca és a házigazdája a francia bajnokságnak nálunk, hogy szerintem mindannyian hangosan felröhögtünk volna a szezon elején, hogyha azt mondjuk, hogy az utolsó fordulóban még kérdéses lesz, hogy melyik csapat lesz a bajnok. Pláne, hogy nem a Paris Saint-Germain a legnagyobb esélyes, ugye úgy futottunk ennek neki, és az öt top liga legnagyobb meglepetése, tehát szerintem ez nem kérdés az, hogy nem a PSG lett a bajnok. Bármennyire is szerintem normális talán, hogy egy ilyen sztárcsapat 4-5 évente belealszik a saját bajnokságába, mert hogy azért a prioritás az nyilván nem a bajnokság most már náluk, de hát ettől függetlenül... Hát jó, hogy megnyerték mellé a BL-t, úgyhogy így akkor nem kellett. Igen, vagy várjál? Hát a kupa megvan, tehát hogy azért nem zárnak teljesen üres zsebbel. Egyébként ez egy tök érdekes dolog, amit mondasz, meg már itt pont mondtam Domának, hogy pár napja fogalmazódik bennem a gondolat, csak azóta nem volt még időm ennek utána nézni, hogy emlékeztek-e, de ezt kérdezem a kedves hallgatóktól is, olyan szezonra, ahol az öt európai topligából négyben trónfosztás történt, szerintem ilyen 20 éve nem volt. Tehát csak a Bayern tudta megvédeni a címét, Franciaországban a Lille, Olaszországban az Inter, Spanyolországban az Atletico Madrid, mit hagytam ki?
és Angliában a Manchester City, ugye a Liverpool-val szemben, azért ez abszolút nem gyakori. Azt akartam ehhez hozzáfűzni, hogy az öt európai topliga legnagyobb meglepetés, hogy a Sporting bajnok lett. Ja, igen. Hogy gyenge Bazsi fogalmazott, igen. Ott is egyébként tromfosztás történt. Jó, hát gyenge Bazsi nem a koeficiensek alapján ítéli meg a bajnokságoknak a besorolását. Nyilván szerintem ebben nagyon nagy szerepe van a koronavírusnak, meg ennek az egész helyzetnek. Tehát itt azért a sportszakmán túl nagyon fontos volt, de ezt gondolom ti is megerősítetek azt, hogy melyik csapat, melyik edző, melyik játékos hogy kezeli, melyik közösség hogy kezeli ezt a helyzetet. Itt volt a több a szakmai hozzáadott érték, mint az elmúlt szezonokban? Mert ugye mindig beszélünk arról, hogy a közönség, meg a hazai pálya előnye, meg az összes többi, itt egy kicsit talán tisztábban kijöttek a szakmai irányvonalak, mint az elmúlt években, nem? Kevesebb volt az egyéb hozzáadott érték. Én egy picit másként látom, tehát szerintem ma olyan világot élünk, hogy bár nem tudom, hogy a futballisták ezt, vagy azon a szinten a futballisták, akik a top 5 ligában játszanak, ezt miként élik meg, de hogy változik a világ körülöttünk, ezt azért lehet látni, meg érezni, és hogy a fókuszt azt nem olyan könnyű bent tartani akkor, amikor lemész egy edzésre, akkor, amikor ott vannak a meccsek, és szerintem az edzőknek, meg a stábnak ebben is óriási szerepe volt ebben a szezonban, minden egyes bajnokságban, hogy a játékosok koncentráltan tudjanak végig játszani. Persze nagyon sok volt a meccs, de nyilván itt azért mindenkinek járhatott azon a feje, hogy mi van a szüleimmel, hogy mi van a családommal, hogy mi van a szeretteimmel. Tehát azért ők is emberek, és szerintem itt azért ennek is fontos szerepe. Azt mondod, hogy idén az edzők inkább voltak pszichológusok, pedagógusok, mint taktikusok. Hát nézd, nem tudom, hogy a taktikára mennyi idő van, vagy mennyi idő volt, de ugye nagyon sokan panaszkodtak arra, hogy gyakorlatilag meccset játszottak, utaztak, és aztán megint meccset játszottak. Tehát ugye José Mourinho ezt elég gyakran elmondta, nyilván kellett azért kifogást is keresni, de hát azért láttuk. Guardiola is gyakran mondta, csak ott másképp működtek a dolgok nálunk. Tehát. Ott működtek a dolgok. Igen, szóval Ha mondjuk az olasz bajnokságot nézem, akkor ott a Milánnak, ha jól emlékszem, akkor február elején volt az első olyan hete, amikor szombattól szombatig nem játszott. És ők elkezdték a szezont szeptember közepén, mert ugye egy picit később kezdődött. Tehát az első 4 hónapot úgy játszották le a szezonból, hogy szerda-szombat folyamatosan. Hát sőt, szeptember elején ők nem játszott. Selejtezőt valami 11-es párbajra. Igen, de ugye később. Az is később kezdődött? Most igen. Már annyira nem emlékszem, hogy tényleg ezek abszolút kiestek. Egyébként tehát amit itt kérdeztem a szakmai hozzáadott értékkel kapcsolatban, az is fogalmazódott meg bennem, hogy a Lille-nél az a egyrészt ugye most Christophe Gauthier elsőként Luis Campost dicsérte meg a keretösszeállítás. Miért mondjuk Burak Yilmazt megtalálni azért az nem gyenge, erről már beszéltünk a múlt héten. Meg hát maga Gauthier, aki hozzátette azt a higgadságot, meg azt a pozitív energiát, ami egyébként szükséges volt ahhoz, hogy ezt a Lille gyakorlatilag outsiderként végig tudja vinni, és meg tudja nyerni. Ezért is fogalmazódott meg bennem az a gondolat, hogy lehet, hogy ezek a dolgok, tehát most itt teljesen mindegy, hogy pszichológusként vagy taktikusként beszélünk az edzőről, mégiscsak edzői hozzáadott érték, ezek a dolgok, ezek nem számítottak-e többet, meg nagyobb súllyal, mint az elmúlt években. Valószínűleg, de meg azért ez egy szerencsés találkozás szerintem Christophe Gauthier meg a Lille, tehát hogy ő szerintem tipikusan az az edző, mint mondjuk Ranieri Leicester, Gasperini Atalanta, tehát nehéz Gauthiert elképzelni azért egy top csapatnál. Mondjuk Gasperinihez az összehasonlítást azt... Nem, én úgy értettem, hogy kikéred magad. Nem, de én az rosszul esik, tehát... Nem taktikailag értettem, hanem... Értem, hanem, amire gondolsz, hogy ez... Hanem arra, hogy Gasperinit láttuk az Inter öltözőiből kipenderítve 2 hónap után, vagy 1 hónap után. Hát igen. Tudom, régen volt. Nem, csak de én erre egyik próbáltam. Dicstelenebb időszaka a futballnak az, hogy egyébként őt odavitték, és így elbántak vele szerintem, anélkül, hogy gyakorlatilag 5 tétmeccsen irányította az Intert, úgyhogy... Igen. Ez
komolytalan volt, de igen. Tehát, hogy igen, de inkább azt mondom, hogy tehát úgy értettem, hogy nagyon szerencsés találkozás volt itt az edző meg a csapat között, tehát hogy azért nincsenek ennek az együttesnek nagy sztárjai. Gátyé azért mégis most már harmadszor lett az év edzője Franciaországban, tehát azért nem lehet azt mondani, hogy egy abszolút nyeretlen valaki, és a Saint-Étienne-ből is kihozta szerintem, amit ki lehetett. Ő valószínűleg egy olyan valaki, aki nagyon jól épít közösséget, és itt most szerencsésen találkoztak a játékosok. Most akkor mi magyarázza azt, hogy elvileg a Nice edzője lesz a következő szezontól, tehát hogy ez ilyen számomra teljesen... Hát a csúcs, és akkor innentől ő érzi, megint alulról építkezik. A BL-ben már nem akar. 2017 Monaco, vagy 17 bajnok lett a Monaco, és... Azt is Luis Campos rakta össze, by the way. Azt tehát, is Luis Campos rakta össze, és az összeomlott így pillanatok alatt. Ja, és tudja, hogy Luis Campos is megy a Nice-hez, vagy... Igen, ez sem kizárt. Én egyébként ezt sajnálnám nagyon, hogyha... Én ezt nem olvastam egyébként. Én ezt sajnálnám, hogyha ez a projekt most itt véget érne. Tehát a francia bajnokságban ugye tavaly a Rennes hozott meglepetést, és valahogy én ilyenkor ezzel mindig úgy vagyok, hogy legalább még a következő évre maradjon meg ez a csapat, nem? Hogy azért úgy megnéznéd, hogy jó, de a BL-ben mit nyújtanak? Mert általában ugye ilyenkor azt látjuk, hogy a BL-re már egy teljesen másik csapat fut ki, ugye a bajnok Leicesterből is elment Mares Kanté, és utána már úgy várta az ember, hogy jó, mire lesz képes ez a csapat a BL-ben, tehát az már nem ugyanaz a csapat volt. Drinkwater is. De Morgan maradt. Szóval ez így... Guten Morgan. Azért innen az előző szezonban Pepe korábban egy Gabriel, Osimhen, tehát nagy nevek távoztak, ez az egyik, amit akartam, a másik meg, hogy volt egy tulajdonosváltás, és ez télen, ez egyrészt Gátyének egy nagy dicséret, hogy ez nem rázta meg semennyire a játékosokat, pedig ilyenkor nagyon sűrűn szoktunk arról beszélni, hogy akkor a bizonytalanság az felütheti a fejét az öltözőben is. Egyrészt, másrészt meg ez garancia lehet akár arra, hogy itt valami folytonosság következik. Tehát, hogyha biztos a háttér, a tulajdonosi háttér, akkor talán emiatt már nem kell izgulni, és a sportszakmai részre lehet koncentrálni jövőre is. Igen, hát az, hogy biztos a tulajdonosi háttér, az ugye nyilván mindig kérdés, hogy egy tulajdonosnak mi a célja az adott klubbal. Tehát lehet ugye egy klubot úgy is működtetni, bár szerintem az Atalanta tekintetben egyedi, hogy eredményeket hozol, és még nagyon komoly bevételeket is generálsz, ugye a játékos eladásokból. Mondjuk e tekintetben a Lille sem áll rosszul, hiszen megnyerte a bajnokságot, úgyhogy egyébként eladott 80 millióért egy játékost az előző nyáron. És hozott ingyen egy másikat. Igen. Igen, egyébként ez a Burak Yılmaz 11-es, nem tudom, azt láttatok tegnap, tehát utána az ember arca, az valami egészen hihetetlen volt. Tehát, hogy így belőtte, és így azt éreztem, hogy te most nyerted meg a bajnoki címet. Most biztosítottad be a bajnoki címet a Lille-nek, ami a tényleg a világ szenzáció. Franciául mondták neki, és azt nem érti. Ő meg ott olyan egykedvűen ment, hogy persze ezért hoztatok. Na mindegy, szóval igen, tehát kérdés, hogy mi ennek a csapatnak a célja, vagy mi a klubvezető célja, mert ugye itt mindig az a kérdés. De ha már 11-est említettél, és ha már sejtem, 11-es utáni arcot, a jó öreg oldalra osonós kapustrükk. Hát... Ugye Neymar 11-esről beszélünk csak azért, hogy... Ja nem, volt a fehér orosz bajnokság. Nem, már 11-eséről van szó. Kódolva volt ez a Paris Saint-Germain szezonjában, és hogyha már beszéltünk mentális erőről, meg mentális különbségről, akkor itt lehetett valami gond. Igen, ugye végül is ez nem befolyásolta a végkifejletet, mert hogy végül is a PSG is megnyerte a meccset. De az tény, hogy Neymar nem hozza azt a mértékű értéket, vagy azt a hozzáadott értéket a Paris Saint-Germainnek, mint amit a vételára indokolna, vagy amit a vételára elvárna tőle, meg a párizsi szurkolók. Én így gondolkodtam, ahogy jöttem befelé Neymáron egyébként, hogy őt így hova raknám azok közül a brazil futballist, vagy azok között a brazil focisták között, akiket én láttam, és azért nem Ronaldo, nem Rivaldo, még csak nem is Ronaldinho, bár egyébként Ronaldinhohoz tenném talán a legközelebb, de Ronaldinho azért nyert, meg valahogy szóra, tehát
az, hogy szórakoztatott, szerintem a legjobban talán ő szórakoztatott azok közül, akiket én láttam, de hogy ő azért így nyert, meg tudott vezér lenni. A Neymarral kapcsolatban nyilván mindent azt fog eldönteni, hogy nyere a Bajnokok Ligáját. Hát nyert 2015-ben. Paris Saint-Germain-nel. Tehát, igen, de hogy mi lenne mondjuk Neymarral Mbappé nélkül? Tehát mi lenne ezzel a Paris Saint-Germain-nel Mbappé nélkül? Ezt akár meg is tudhatjuk. Hát ugye ez egy nagyon érdekes történet volt. Most kéne az, hogy mint a kibeszélő show-ban, hogy és akkor behívjuk Egri Viktort, és megbeszéljük. Itt van a poravám mögött, igen. De nem, tehát hogy Neymar egyedül a hátán csapatot hónapokon keresztül, nem tudom, hogy vitte a brazil válogatott, a konfederációs kupát nyert, a Barcelonával nyert Bajnokok Ligáját, de azért egy erős Messi, Suárez támogatással. Ott jó volt azért nagyon abban a szezonban. Persze, igen, de hogy azt... Tehát azért az előző szezonban a Paris Saint-Germain-t ő vitte be a döntőbe lényegében, én azt gondolom, tehát hogy ott ő volt a játékos a döntőig. De arról szoktunk beszélni vele kapcsolatban, hogy olyan döntő pillanatokban nem tud előlépni, amik igazán eldöntik, hogy hova teszünk, melyik polcra egy ilyen nagy játékost. De igen, egyébként bocsánat, tehát az két meccs. Ja, persze. Tehát az meg két meccs, öt időtár, nap alatt. Így van, igen, persze. Tehát hogy azért az megint más. Tehát szerintem úgy hogy Neymar hány éve, 4 éve van most már a Paris Saint-Germain-nél, szóval úgy nem tudsz vezér lenni, hogy mondjuk a márciusokat azt otthon töltöd, hogy fontos meccseken nem játszol. Tehát így néha bebeugorva egy-egy jó meccsel szerintem nem tudod úgy letenni a névjegyet, és azért nem tudom, van ez a sikerpénz csillogás hármas, én azért úgy látom, hogy nála a pénz meg a csillogás a siker előtt van, és nem tudom, de tényleg egyébként én nagyon kíváncsi lennék miatta, hogy milyen lenne Mbappé nélkül ez a Paris Saint-Germain, hogy ő valóban képes-e a hátán elcipelni egy csapatot a BL döntőig. Hát most ugye azt nyilatkozta ugye a Paris Saint-Germain klubelnöke, hogy úgy gondolja, hogy Mbappé marad, bár még a szerződés nem írta alá a szerződés hosszabbítást, és volt egy ilyen elég érdekes döntés ezzel kapcsolatban, ugye a bajnoki trófeát nem adták át, mert nem tudták, hogy melyik helyszínre vigyék, ami szerintem egy egészen komikus magyarázat, mert ilyenkor szoktak ugye replikát, meg egyéb dolgot készíteni, meg na mindegy, szóval lett volna szerintem erre mód, hogy ezt megoldják. Viszont a gólkirályi címért járó trófeát azt odaadták, és ott Mbappét ünnepelték a végén. Látok ebben bármi furcsát, vagy csak én gondolom? Én látok ebben is, meg abban is, hogy néztem a Ligönnek a hivatalos Twitter oldalát. Szezon legjobb csapata. Neymar, Mbappé, nem tudom ki volt a harmadik csatár, de Burak Yılmaz nem volt ott az Álom 11-ben. Igen, hát nyilván Neymart, Mbappét hogy hagyott ki. Tehát, hogy ez kicsit olyan, mint hogy a Szíria állam csapatából is hogy hagyott ki Cristiano Ronaldo-t. Miközben egyébként talán ki kellene, de hát ugye ő lett a gólkirály. Nem, de jó, tehát ez ugye mindig kérdés, hogy ez mennyire szakmai alapokon nyugszik ez hát a történet. Itt ez a kérdés is azonnal felvetődik, hogy ugye több helyről lehetett olvasni azt a nyilatkozatot, hogy jót tesz a francia bajnokságnak az, hogy nem a Paris Saint-Germain lett a bajnok. Miért is? Tehát, hogy a francia futballnak miért tesz az jót, hogy az egyébként kirakat csapat az nem bajnok, és nem irányul annyi figyelem a... Tehát lehet, hogy belül jót tesz, meg a többi csapatnak, meg egyébként nyilván van egy olyan fajta ilyen protest gondolata Paris Saint-Germain-nel szemben, mint ami a Juventus-szal Olaszországban, hogy mindenki csak ne ők már végre, mert hogy... Igen, ez a futballromantikusoknak nagyon jó szerintem, meg azoknak, akik ugye rettenetesen ellenzik a Szuperligát, bár ugye a Paris Saint-Germain nem volt ott az alapítók között, de hát nyilvánvaló, hogyha ez a történet ez végül majd valamikor elindul, akkor a Paris Saint-Germain benne lesz. És, hát majd, ha lemegy a Katari VB. Igen, hát az már nincs messze. És akkor lehet azt mondani, hogy igen, látjátok, nem lett bajnok a PSG, látjátok, a Juventus csak negyedik lett, tehát szerintem ez. Én örülök neki. Én is. Na, hál' Istennek. Figyelj, nekem sincs olyan bajom ezzel, tehát én a Lille-t azt nagyon kedvelem, meg szerintem is nagyon szimpatikus volt az, ahogy ők építkeztek. Abban nem vagyok biztos, hogy ez a francia focinak jót tesz, ugyan blokk, de mindegy, ezen itt léphetünk. Még egy dolog, amit szerintem ezzel kapcsolatban, és utána szerintem térjünk át Olaszországra, fontos kijelenteni, hogy ugyan a Monakónak a saját kezében volt a sorsa,
úgy tűnt, hogy nem él vele, de miután a Lyon is elpuskázta a saját lehetőségét erre, ezért végül Niko Kovácsékat majd láthatjuk ott a Bajnokok Ligájában. Lehet, egy csoportkörben, automatikusan. Igen. Az mi múlik egyébként? Hogy ha Chelsea vagy a Manchester United nyer a döntőben, az Európa Liga vagy a BL döntőben, akkor nem kell selejtezőt játszani a Monaco-nak. Igen, így van. Mert hogy akkor ugye úgy csúsznak el a nemzetek közötti rangsorban ezek a kiosztandó helyek. Szériá! Jót tett volna az olasz futballnak, hogyha a Juventus nem top 4-es? Én visszakérdezek, hogy jó tesz az olasz futballnak, hogy az Atalanta top 4-es? Szerintem minden kétséget kizáróan az elmúlt szerintem években. Szerintem ez csak a futballromantikusoknak. Nem, hát az elmúlt években azért az Atalanta jutott az legmesszebbre a Bajnokok Ligájában. Tehát hogyha egyébként olyan csapatról lenne szó, mint például a Lille, amelyik már volt Bajnokok Ligájában 2 éve, és össze-vissza brúgták, ütötték őket, tényleg estekeltek, akkor ez így nem lenne jó. De úgy, hogy az Atalanta 2-ből 2-szer tovább jut a csoportjából, úgy szerintem jó. Alapvetően jó az olasz futballnak, hogyha az Atalanta ott van, mert Gasperini bebizonyította, hogy ő nemzetközi szinten is képes olyan. Na de marketing szempontjából hány Atalanta szurk? Marketing szempontjából lehet, hogy kevésbé, bár egyébként szerintem pont itt kapcsolódik össze a futballromantika a gazdasági szempontokkal, hogy az Atalantát, a játékstílusa, meg a különbözősége miatt, mert szerintem az Atalanta... A Lille-t meg Burak Yılmaz miatt. Igen, egy csomó törököt bevonzott. Kanadait, Jonathan David. Na bocsánat, igen, akkor a Lille is nagyon jó, hogy megnyerte a bajnokságot. Nem, én mind a kettőnek örülök szépen. Egyébként az Atalantának is, a Lille-nek is, és nagyon örültem volna a Leicesternek is. Tehát hogy én ebbe a kategóriába tartozom, akik még szeretik ezeket a meglepetéseket. Na de szóval vissza az eredeti kérdésre, mindenfajta trollkodás nélkül. Tehát a Juventus... Én csak azt akartam hallani, hogy Lille megérdemelte, és örülünk neki, úgyhogy itt már tovább léptem. Szóval Juventus esetében az, hogyha ők most kihagyják ezt a Bajnokok Ligája szezont, amit még egyébként mindig nem tudunk, hogy itt a retorziók elérnek-e addig, de hogyha mondjuk az egyértelmű lehetőség meg lett volna, hogy ők ne legyenek ott a Bajnokok Ligájában, az nyilvánvalóan szerintem komoly presztízsveszteség az olasz futballnak is, de még a Bajnokok Ligájának is. Az egyértelmű, hogy a Bajnokok Ligájának is, a Juventusnak is. A kérdés az, a Juventusnál szerintem most így az elmúlt 3 évet látva, hogy nem odázza-e el az átépítést ez a negyedik hely, meg az, hogy a Bajnokok Ligájában indul a csapat. Nem odázza-e el Cristiano Ronaldo távozását. Tehát én azt gondolom, hogyha ez Európa Liga, akkor ott húzni kellett volna egyértelműen egy vonalat, és valami újat kezdeni. Így nem vagyok abban biztos, hogy ez fog történni. Sőt, ugye nézve itt a Bajnokok Ligája csapatokat, pont azért valahol furcsa lesz az a következő BL szezon, hogy amit eddig megszoktunk, hogy Porto első kalap, Paris Saint-Germain első kalap, ugye most azokra a helyekre Lille, Sporting, olyan csapatok kerülnek, akikkel még jobban felborulhat az az egyensúly. Tehát a Sporting lesz ott az első kalapból az egyik csoportban, és megkapja maga mellé a Liverpoolt, vagy a nem tudom, Juventus. Tehát ilyen csoportok jönnek létre. Megnéztem a kalapokat egyébként pont ma reggel, mert nekem is ez eszembe jutott, hogy a második kalapban lesz Real Madrid, Barcelona, Juventus, Liverpool, Chelsea, és hogy összejön, és a Milán negyedik kalapos, és a Lipcse harmadik. Tehát lehet egy Manchester City, Lipcse, Milán, Real Madrid csoport egyébként a következő BL-ben, és ez reális, tehát 4. Abszolút. Igen. Abszolút. Különböző országban. Na mindegy, ez most igen, kicsit eltérő. Beszéljünk akkor kicsit a konkrétumokra, de visszakapcsolódva ehhez, tehát ugye Cristiano Ronaldo nélkül produkált egy nagyon-nagyon erős első fél időt a Bologna ellen a Juventus. Gyakorlatilag a 3 olyan csapat közül, amelyik itt küzdött a 2 Bajnokok Ligája pozícióért, a legmeggyőzőbb teljesítményt, jó, nyilván ellenféltől is függ ez, de a legmeggyőzőbb teljesítményt a Juventus nyújtotta. Igen, a Juventusnak talán egyébként ez volt a leg
nagyobb esélye, hogy így gyakoroljon nyomást a többiekre, hogy minél hamarabb megszerezni a vezetést. Nyilván ma már mindenki tudja, hogy éppen hogy áll a másik pályán az eredmény, és hogy az volt a legfontosabb szerintem, hogy ők mindenki előtt megszerezzék a vezetést, és nagyjából el is döntsék a meccset, és ez látszott is, hogy a Juventus erre ment rá, és valóban onnantól kezdve az volt a kérdés, hogy most ebbe a Milán remeg bele, vagy a Napoli remeg bele, és az egyik bele remegett, és ez nekik már elég volt. Ez ugye most ez volt az ötödik olyan mérkőzés a Juventusnak ebben a szezonban, amikor 4 gólt szerzett, viszont nagyon-nagyon érdekes a Milán ilyen szempontból, hogy beleremeg, nem remeg bele. Egyrészt szerintem egy elég jó meccs tervvel érkeztek erre az Atalanta elleni mérkőzésre. Másrészt számomra megfejthetetlen az, hogy akkor, amikor a Juventus 3-0-ra verik, Torinót 7-0-ra, utána megremegnek egy Cagliari elleni meccsen, egy olyan Cagliari elleni meccsen, ahol már félrészegen érkeznek állítólag a játékosok, mert bennmaradást ünnepelnek, és utána az Atalanta ellen, amelyik egyébként szerintem téttől, meccstől függetlenül tudja azt a szintet hozni, amit azért nagyon nehéz egyébként tartani a Milán számára is, ott meg egy egyébként profi teljesítménnyel nem remegnek meg a lábak, mert azért alapvetően itt arról beszélhetünk, hogy oké, a Juventus játszott a legjobban a 4 csapat közül, de a legnehezebb ellenfél ellen a Milán bizonyított. És úgy, hogy azért az Atalantának az a második hely szerintem kellett. De büntetőkkel könnyű. Igen, a Milánnal kapcsolatban, ugye ez egy kontextusba helyezi ez az Atalanta meccs, meg előtte a Juventus, meg a Torino elleni győzelem, ezt a Cagliari elleni meccset. Tehát, hogy oké, egyszer hibáztak, és talán tényleg ezeknek a fiatal játékosoknak azért ott Ibrahimovic nélkül egy picit sok volt az, hogy ők azt ott bebiztosíthatják, és talán az is lehetett a különbség egyébként, hogy az ott kötelező volt szinte a Cagliari ellen hazai pályán. Itt meg az Atalanta ellen már egy picit kevésbé, itt nem ők voltak az esélyesek, és... Hát, mint ahogy a Juve ellen sem, gyakorlatilag. Igen, és amit én nagyon éreztem a Milánnál gyakorlatilag az egész szezonban, hogy Pioli hihetetlen nyugalmat tartott. Ami számomra meglepő, mert azért kaptak olyan pofonokat itt tavasszal, ami azért elgondolkodtató lehetett. Tehát szerintem azok után, hogy a lecsúsztak az első helyről, és egy pont volt a különbség az Inter és a Milán között februárban, amikor játszották a milánói derbit, és ott az Inter úgy lefociszta a Milánt, hogy az valami elképesztő. Tehát, hogy az szerintem egy nagyon komoly arculcsapás lehetett a Milánnak. Hát és akkor utána még a Láció elleni meccs. És akkor így van, tehát hogy jöttek ezek szépen sorban, tehát de én szerintem első körben az Inter elleni meccs gondolkodtathatta el őket, hogy hú, akkor mi most valóban ilyen jók vagyunk, mint amennyire ez eddig tűnt, hogy tizen akárhány fordulón keresztül vezettük a bajnokságot, és ott volt valóban egy megtorpanás, de valahogy végig nyugalmat éreztem ennél a csapatnál, és nem azt mondom, hogy biztos voltam abban, hogy legyőzik az Atalantát, de azok után, hogy az Atalanta kikapott az olasz kupa döntőjében, azért elég erősen megnőttek szerintem a Milán esélyei. Mert más lelki állapottal jött volna az Atalanta, hogyha az a kupa megvan. Kessié a szezon játékosa? Igen. Teo Hernández, por favor. Jó, nem láttam annyi Milán meccset, de én... Hát figyelj, tetszett a szőke haja. Teo Hernández nincs ott a francia válogatott 26-os EB keretében. Úgyhogy szerintem ez azért árulkodó jel. Nem rossz játékos, de hamarabb Ruszlán Malinovszkit mondanám. Igen, nyilván, tehát ez azért árulkodó jel. Jó játékos Teo Hernández, de... Csak erre balhátvédként védekezni nem tud. Igen, tehát hogy Didier Deschamps azért szerintem szereti szereti a védekezni képes védőket. Igen, is meg azért szereti igen a korlátokat megszabni a játékosainak, és Teo Hernándeznek nem nagyon lehet, ez azért látszott. De Kessié igen, és szerintem még ott Benasserben bőven van fejlődési lehetőség, mert neki ez nem volt jó szezonja. Hát a második fele az ugye ott nem is nagyon játszott. Meg hát az Ibra faktor. Tehát, hogy
egyébként ez szerintem nem megkerülhető, még akkor sem, hogyha ha ő itt a végén a kulcsmeccseken nem játszott, de hát ő azért szerzett 7 duplát például ebben a bajnokságban, amikor tényleg kettesével rúgta a gólokat, meg ő, tehát hogy kellett egy ilyen apafigura szerintem ezeknek a fiatal játékosoknak, és még tényleg a lelátón való jelenléte is nagyon sokat jelentett. Hihetetlen jó és erős sorozatot produkált a Napoli itt a bajnokság végén. Volt is karaktere, én azt gondolom, a csapatnak. Szerintem Gattuso munkája elég szépen meglátszott. Ehhez képest nem hiszem, hogy a kedves Gattuso kezdetű levelet De Laurentiis akkor kezdte el megfogalmazni, amikor ez a Verona elleni mérkőzés véget ért. Ez valószínűleg be volt időzítve 22-40-re. Mi lett volna, hogy egy kicsit több hosszabbítás van, mert hát gyakorlatilag szerintem tudja minden kedves hallgatónk is, hogy azonnal menesztették Rino Gattuso-t a kispadról. Számomra ez egy érdekes hír, ugye Luciano Spallettit mondják, hogy lehet az utód, de Gattuso nekem egy nagyon-nagyon tehetséges és már-már érett edzővé ért a Napoli kispadján. Már az is tetszett egyébként, ahogy a Milánnál dolgozott korábban, de itt a Napolinál kimondottan jó gondolatai voltak, és ez, amit itt mondtam az elején is, hogy karakteres csapatot faragott abból a Napoliból, ahol egyébként nagyon sokan a saját tudásuk alatt teljesítettek ebben a szezonban. Koulibaly mondjuk a legékesebb példája ennek. Abszolút, és hát hogy amennyi sérüléssel bajlódott ez a Napoli ebben a szezonban, tényleg az a csoda egyébként, hogy versenyben voltak az utolsó pillanatig. Bár azért, ahogy elkezdtek felépülni a játékosok, nyilván jött az erő is ebbe az együttesben, meg a sok sérülés egy kicsit segített Gattuso-nak abból a szempontból, hogy megtalálta Zielinski trekvártiszta pozícióban, ami egyébként szerintem nagyon, nagyon feküdt a lengyelnek. Meg hát azért a szezon végére már Osimhen is kezdte azt mutatni, amit vártak tőle. Politánóból is nagyon sokat kihozott Gattuso. Tehát egyébként, amit mondjuk Koulibaly meg a védelem el packázott ott hátul ebben az idényben, azt azért a támadó játékosok úgy nagyjából visszahozták. De azért ez nem egy támogató környezet volt Gattuso számára. Tehát végig lehetett érezni, hogy De Laurentiis nem bízik benne. Tehát ha mondjuk egymás mellé tesszük azt, hogy ugye 3 évvel ezelőtt De Laurentiis kinevezte Carlo Ancelottit, és hogy gyakorlatilag teljes szabad kezet kapott Ancelotti, látjuk, hogy mi lett belőle, és szerintem De Laurentiis abból kiindulva és látva, hogy ott mennyire szétesett minden, sokkal inkább a keze alatt próbálta tartani az eseményeket. Ami szörnyű lehet edzőként. Igen, és Gattuso meg ugye ezt annyira nem csípte, tehát hogy ő azért a sajtótájékoztatókon oda is mondogatott a maga stílusában. Ugye ezért jött az, hogy március elején teljesen befagyasztották a médiával való kapcsolatot, tehát az utolsó 2,5 hónapban nem nyilatkoztak. Egyébként nem tett rosszat a csapatnak, mert elindultak felfelé, tehát ez végül is összességében egy jó döntés volt, de igen, tehát hogy Gattuso amióta a szériában dolgozik, szerintem hát megtapasztalhatta, hogy milyen nyomás alatt edzősködni, és ő az extrát kapta az első pillanattól kezdve. Tehát a Milánnál is jó munkát végzett szerintem, ott is minden héten az volt a kérdés, hogy mikor rúgják ki. A Napolinál is jó munkát végzett, ott is ez volt, vagy ez merült fel folyamatosan. Hát mondjuk, aki úgy tölti a pályafutása nagy részét, hogy ott van Silvio Berlusconi a feje felett, annak azért nagyon sok újat nem lehet mutatni szerintem az olasz futballban. Nagyon röviden még beszéljünk a Rómáról, és kíváncsi vagyok, hogy erre mit mondtok, hogy az Európai Konferencia Liga indulásnak örült Mourinho, vagy nem örült Mourinho? Egy megnyerhető új sorozat. Esélyes ugyanakkor lesz a Róma. Ugyanakkor igen, tehát, hogy amit egyébként edzéssel, taktikával, akár a csapat átformálásával lehetne tölteni időt, azt lehet, hogy kicsit többet utazással. Már nem szokott ez problémát okozni Mourinho-nak. Ő kifejezetten szereti, nem? Hát, hogy meccseken tesztelni a csapatot? Nyilván egyébként ez is benne van, meg sokkal több játékos tud alkalmazni, bővebb kerettel tud dolgozni, tehát, hogy van ennek egy
kétségtelen előnye, meg hát ugye beszéltünk arról, hogy az Európai Konferencia Liga abból a szempontból hátrányos, hogy korábban kell kezdeni, tehát hogy selejtezőket kell játszani, az Európa Ligában a top bajnokságokból érkező klubok azok főtáblások, viszont pénzben kb. Ugyanolyan prémiumok vannak, mint az Európa Ligában, tehát hogy ez mondjuk itt a költségvetés és a keret szempontjából nem feltétlenül hátrány. Igen, 15-20 millió eurót tudnak keresni mondjuk egy elődöntő döntővel, tehát hogyha mondjuk a Konferencia Ligában odáig eljutnának, mint idén az Európa Ligában. Kérdés, hogy hogy tudsz játékost igazolni jobban, hogy figyelj, gyere, hétközben edzel meg, gyakorolsz, és akkor majd a hétvégén meg játsszuk a bajnokikat, vagy pedig azt tudod mondani minden játékosnak... Igen, lehet, hogy lesz egy grúz, meg egy kazak kirándulás. Jó, de... Nem ezt azt fogja mondani, hogy játszani fogsz. Tehát, hogy én garantálni tudom neked az ennyi meg ennyi játékot. Igen, de azért a nagyszámok törvényi értelmében egy 25-ös keretnél viszonylag nehéz 25 játékosnak garantálni, ha csak bajnokságod van. Nagy kérdés nekem az, hogy Mourinho ezt az alulról építkezést valóban elfogadta a Rómánál, amit itt a tulajdonos hirdet, mert állítólag nem lesznek azért nagy klasszis igazolások, elképzelhető, bár az olasz sajtó azért bedob Cemi Ébrahámtól elkezdve most David De Gea-n át azért elég sok mindenkit, nyilván Mourinho korábbi... Csupa ilyen alacsony fizetési igényű játékos, akik lehet alulról építkezni. Igen, két és fél éven keresztül a Premier League legjobban kereső játékos, az most biztos oda akar menni Mourinhoval dolgozni Rómába, de hát mindegy, ez csak úgy. Igen, szóval egyelőre az, amit a tulajdonos mond, az egyelőre még nehezen összeegyeztethető nála Mourinho karakterével, hogy akkor most elkezdünk felépíteni egy csapatot, újra lesz identitása, tehát hogy most lesz egy ilyen, nem tudom, Wolverhampton effekt, hogy majd George Mendes teletömi a Rómát új játékosokkal, meg ugye Portugál a sportigazgatója a Rómának, tehát innen jött eleve a portugál vonal. Vagy pedig tényleg az lesz, hogy marad nagyjából a keret magja, hoznak még egy-két játékost, és akkor nem tudom, idényenként majd 2-3-at igazolnak hozzá, és akkor jó, most akkor elindulunk a Konferencia Ligába, legyen egy 25-ös keret, mindenki tud játszani, és akkor nézzük meg, hogy ki fér bele ebbe az elképzelésbe. Nyilván ugye Zaniolót is vissza kell majd építeni, tehát egyelőre még azért ez nem világos, hogy milyen irányba indulnak el, de én azt gondolom, hogy ha ott vagy, hogy a nemzetközi kupáért játszol, és megszerezheted, akkor azt most még nem akarod elszalasztani. Tehát szerintem most az, hogy örül egy csapat, vagy nem örül, ez nyilván majd jövő februárban lesz igazán kérdéses. Tehát én azért azt látom, hogy mondjuk ez a Konferencia Liga, ez pont arra lesz jó, hogy ősszel a csoportkörben a Róma B simán tud játszani, tehát a Róma... Versenyben tartja a cseréket. Igen, tehát és itt tényleg olyan ellenfelek lesznek, hogy a Róma B-hez tovább fog jutni a csoportból. És úgy, hogy az utolsó előtti fordulóban még a negyedik helyen áll, de az utolsó körben a... Ez is, hát igen, ez... Portugál játékos lennél, akkor Wolverhamptonban akarnál játszani a Premier League-ben, úgyhogy nem lesz európai kupa, vagy pedig inkább a Rómában José alatt. Nem lesz Európa Liga, és nem lesz Nuno Espirito Santo, úgyhogy azért ott kérdés, hogy milyen irányt vesz ez a történet, hogy most jön egy új portugál edző. Fonseca. Például Fonseca, igen. Vagy pedig más irányba fordulnak, tehát hogy most Jorge Mendes áttelepíti a játékosokat. Igen, Róma szebb hely, mint Wolverhampton egyébként. Kicsit. Nem tudom, Wolverhamptonban még nem voltam. Szóval... Én sem, úgyhogy bocsánatot kérek, nem Wolverhamptonitól. Nem tudom, hogy José Mourinhoval mennyire szeretnek most együtt dolgozni a játékosok. Nyilván Harry Kane nyilatkozat az dobott rajta, de tehát nem tudom, hogy a játékosok puhultak el túlságosan José Mourinho stílusához, vagy Mourinho nem tud alkalmazkodni. De valahogy most egyre inkább távolodónak érzem a mai labdarúgókat, meg José Mourinhót. Hát ez egy jó... Nyilván Mourinhoval együtt játszani, az gondolom, hogy egy olyan érzés lehet a játékosokban, hogy ő azért tud nekem újat mondani. Hát hogyne. Én pont ezt mondtam, hogy ugye Kémből is azért egy új dimenziót hozott ki, megemelt ki. Hát ugye Kém lett az első olyan játékos az angol bajnokság történetében, aki megnyerte a góllövők és a gólpasszadók versenyét is. Elképesztő, mindegy. Ez csak...
Tehát ugye önmagában az, hogy 36 gólban vállal szerepet valaki egy szezonban, az botrány. Tehát, hogy, csak mondom, Messinek volt olyan szezonja, amikor 50-et lőtt. Tehát... Igen. Jó, de mondjuk nem játszott a USK ellen a Harry Kane. Jó, hát most csak a Sheffield United. No, de Angliában kettő kérdést azért mindenképpen szerintem érdemes átbeszélni. Az egyik az, és itt a hiányzókra hívnám fel azért a figyelmet minden esetben, a Chelsea-nél, illetve a Leicesternél, hogy azokat a játékosokat, akik kiestek itt akár az utolsó pillanatban, azokat mintha nem lett volna képes pótolni. A Chelsea Kanté nélkül tűnik azért egy kicsit ilyen fogatlan oroszlánnak, ugye megsérült ráadásul Mendy, az első gólnál neki esett a kapufának, úgyhogy bordarepedést diagnosztizáltak nála. Ez azért egy necces hír így a Bajnokok Ligája döntőre nézve. És hát a Leicesternél meg ugye Fofana volt az, aki utolsóként dőlt ki, de hát előtte is már kulcsjátékosok hiányoztak. Rájuk kell fogni azt, hogy ez a két csapat ez nem úgy teljesítette, hogy vártuk itt az utolsó fordulóban? Én úgy érzem, hogy itt azért fáradtság is jöhetett, főleg szellemi. Tehát szerintem az, hogy ez a Tuchel, Löw, Zsolt féle stáb a nyolcadik helyről felhozta ezt a Chelsea-t Bajnokok Ligája induló pozícióba, én azt éreztem, hogy ott egy nagyon, nagyon feszített menet volt. És tényleg, hogy ilyen egyik pillanatról a másikra Tuchel jött a maga határozott elképzeléseivel, tehát én azt éreztem, hogy ez a Chelsea, ez hihetetlenül, nem azt mondom, hogy erőlködik, ez nem igaz, de valahogy mégsem a jó kedv látszott ezért ezeken a játékosokon, tehát nyilván egy Bajnokok Ligája döntőt nem kell magyarázni, egy FA Kupa döntőt nem kell magyarázni, meg egy negyedik helyet, onnan, ahonnan ez a Chelsea indult. Hát, de bocsánat, de ebben benne van, hogy a végére egy picit elfogysz, és azért ezt az Arsenal meccs is mutatta, meg most ez a Villa ellen is. Lett volna mit magyarázni egyébként akkor, hogyha a Chelsea-t azzal a hihetetlen meneteléssel, amit te is mondtál, azzal a végén kicsúszik a Bajnokok Ligájából, elveszíti az FA Kupa döntőt, és elveszíti a Bajnokok Ligája döntőt, mert erre akkor lehet azt mondani, hogy oké, persze, nagyon szép volt az a pár hét, pár hónap, amit itt teljesítettünk, de hát ugyanúgy eredmény meg mindenfajta kézzelfogható siker nélkül maradtunk. Kicsit egyébként féltem attól, hogy kicsúszik a Chelsea, és már blokkolják a tervezett interjút Löw Zsolttal. Nem tudom, szerintem azért kódolva volt valahol, és ugyanez a mentális fáradtság jött elő a Leicesternél is. Tehát ez nem nagyon érti az ember, hogy hogyan vesztették el ezt a Tottenham elleni meccset. Tehát az első fél óra, vagy első fél idő alapján gyakorlatilag már le kellett volna zárnia a Leicesternek talán. És aztán, hogy négyet kaptak a végére, az pedig... Az egyetlen lehetőséget kínálták fel a Tottenhamnak szerintem, amiben jelen pillanatban jó az a csapat, a kontrajátékot, tehát hogy azt, hogy nagyobb kockázatot kellett vállalniuk ugye a fennálló helyzet miatt, és hát ez volt az, ami ilyen kajapia ennek a Spursnek. De a Leicesternek, nem tudom, ezt jobban tudjátok, vagy jobban látjátok, hogy nem kellett volna súlyoznia. Tehát így, hogy, és ugyanez volt az érzésem egyébként az Atalantával kapcsolatban is. Nyilván nem tudsz választani, hogy most második legyél az Atalanta esetén, vagy pedig nyerd meg a kupadöntőt, nyilván mind a kettőt akarod, ha ott vagy. És a Leicesternél is, amikor azért kiderült, hogy az utolsó négy meccsen ugye játszottak kétszer a Chelsea-vel, egyszer a bajnokságban, egyszer a kupában, meg volt még egy United meccsük, meg most egy Tottenham. Tehát, hogy azért ez a keret mélység, meg azok az eredmények, amik ott voltak mögöttük, nyilván tényleg ez nagyon-nagyon nehéz, de ezeknél a csapatoknál... Egy kupa döntőt eldobsz. Meg szerintem itt nincs olyan már, hogy súlyozás. Itt szerintem már az van, amit Simeone mindig mond, hogy meccsről meccse. Tehát itt nem az van, hogy akkor itt most egy kicsit figyeljetek arra, hogy ne sérüljünk le, vagy ezt a meccset meg kell nyerni, ezt kevésbé, hanem itt meccsről meccsre mennek. Aztán ami eredmény jön, az jön igazából. Igen, de szerintetek ez a szezon így a Leicesternek kudarc? Nem. Ja, nem. Semmiképpen. Hát nyilván az egy nagyon rossz érzés lehet, hogy az elmúlt két szezonban minden csapat közül te voltál a legtöbb időt a top 4-ben. 93%-át azt mondták a meccsődében.
hát igen, két szezonban, és tehát ez két szezonban egy nagyon konzisztens teljesítmény, amiről minden csapat álmodik, meg amit minden klubnál szeretnének felépíteni, hogy kiegyensúlyozott legyél, hogy mindig hozzász, csak hát borzalmas érzés lehet, hogy tavaly is, most is az utolsó körben csúszol ki a Bajnokok Ligája szereplés lehetősége elől, hát itt... De ez nem régebben kezdődött? Tehát, hogy én tavaly is, meg idén is azt éreztem a Leicesternél, hogy ilyen március, körben, még tavaly nem március volt ez, hanem ugye a lezárás után, de hogy egy ilyen 10 fordulóval a vége előtt, mint hogyha ők így megijedtek volna attól, hogy ők a BL-be hát, juthatnak. Vagy bocsánat, nem akarok gonosz. Vagy nem hitték el, nem tudom. Brendan Rodgers nagyon jól nyúlt ehhez a Leicesterhez, ez kétségtelen, de azért nem látunk valami hasonlóságot itt a 2014-es Liverpool szezon, meg most ebben én a kettő. Én szűk keretet látok. Celticnél nem volt ilyen. Tehát nézzük meg, hogy ki végzett az első négy helyen. Azért, az nem kérdés szerintem, hogy milyen keretük van azoknak csapat. A csapatoknak. Ezek alapján az, hogy egy ennyi sérüléssel küzdő Leicester a végén kevésbé tud mondjuk az utolsó 15 meccs alapján annyi pontot hozni, ez a számomra nem meglepő. Az lett volna meglepő, hogyha mégis bejutnak, nem? Tehát abszolút, ez az első négyhez képest ez a keret, ez nem egy fokkal, hanem inkább négyjel van lejjebb. Hát igen, és akkor még nem beszéltünk ilyen sztorikról, mint az Alisson fejes, meg tehát hogy ezek is kellettek ahhoz, hogy a Leicester végül kiszoruljon, szóval nagyon sok olyan már-már véletlennek, vagy ilyen kisebb csodának tűnő dolog összejátszása volt szükséges ahhoz, hogy ez így alakuljon. Egyetlen dologtól féltem a Leicestert, hogy jövőre utolsó forduló, és megint ott állnak, hogy akkor ezen múlik, hogy bejutnak-e a BL-be, vagy nem, és gyakorlatilag nem hiszem, hogy a nagyon nagy átalakuláson menne át ez a keret. Max akkor, amit múltkor beszéltünk, hogyha elviszik a kulcsembereket. Hát igen, de azért a Leicester nyert egy bajnokságot, nyert egy FA kupát, és járt a Bajnokok Ligájában az elmúlt évtizedben. Tehát, hogy az, hogy egy ilyen klub, amelyiknek ha jól láttam, akkor, vagy ha jól tudom, akkor épp, hogy az első 10-ben vannak a fizetési listán a Premier League-ben. Tehát ez valami egészen hát ezzel, amit az előbb elmondtál, ezzel sokkal veretesebb az eredménysoruk, mint az egyébként top 6-ba sorolt teljesen egyértelműen top 6-ba sorolt Tottenhamé. Tehát ugye... Az Arsenalról ne is beszéljünk. Ez így van. Tehát, hogy 26 év után az először nem indul Európában. Az Arsenalról azért érdemes beszélni, hogy azért mégiscsak az FA Kupa címvédője volt idén. Tehát, hogy ők, nekik jöttek a trófeák azért a Spursnél, ezek nem voltak meg. Semmi ilyen jellegű sikerélmény őket nem érte. Bajnokok Ligája döntő, nyilván, tehát itt lehet azt mondani, csak a kézzelfoghatóság szerintem itt egy fontos dolog a futballban. Jocó, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hát hozzánk. Hát hogy köszönöm. Milyen hosszú idő után, és akkor... Jó hosszú adás lett. Hosszú adás. Nem baj, hát most igen, meg mi történt a hétvégén, szezon zártunk. Ahhoz súlyozzuk. Így van, azzal búcsúzunk el tőletek, hogy a héten még terveink szerint kétszer is jövünk. Kettő bajnokságnak fogjuk elkészíteni az összegzését. Kettővel még várunk, mert ott vannak európai kupa kötelezettségek is azoknak a kluboknak a számára. Úgyhogy tervezünk majd még extra adásokat is, de hogy most meghallgattatok és megnéztetek, azt köszönjük. Sziasztok! Ez volt a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Tomával.